Főnök, mit reklámozunk? 10, 20, 25% kedvezmény minden ékszerre. Csak novemberbe. Vámház körút 9, Klapka. Most érdemes vásárolni. Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Szerviznél Plusz programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Igyon az egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség. Őrmester. Távfelügyelet. A védelem nagymestere. Sportosat. Híradónk vendége Detre Diana, szörfös, sokszoros magyar bajnok, aki a londoni olimpián a 18. helyen végzett. 18. hely. Elégedett vagy vele, vagy sem? Én, ha jól emlékszem, annak idén, mintha azt nyilatkoztad volna, hogy úgy mész ki a második olimpiádra, vagy ez volt a második, hogy pont szerző akarsz lenni. Jól emlékszem erre a kijelentésedre? Hát a kijelentés úgy hangzott inkább, hogy mondjuk a 10-be, ha bekerülök, az nagyon-nagyon nagy örömmel töltött volna el, és ha ne adj Isten mondjuk egy pontszerző helyét becsúszik, az mondjuk ténylegesen egy hatalmas eredmény lett volna. Amúgy a 18. helyet sem szeretném azért lebecsülni, mert hát ha azt vesszük, hogy nekünk se tengerünk, se olyan körülményeink nincsenek, mint mondjuk azoknak a nemzeteknek, akiket azért megvertem, azt hiszem, hogy nagyon büszkének kellene erre a helyezésre. Nyilván jobbat szerettem volna, és jobb lehetőségem is volt a verseny alatt. De hát ez egy ilyen játék. Ez egy nagyon-nagyon nehéz verseny. Ugye az olimpia ugye a legnehezebb verseny szörfben. Úgyhogy így sikerült. Én azóta nagyon is megbékéltem már vele. Úgyhogy hát remélem, hogy lesz ez még jobb is. Ti voltatok az első kiutazók az olimpiára, és ugye jól emlékszem? Igen. Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy a sportágam miatt egy bő héttel, 10 nappal a verseny közete előtt illik ott lenni, mivel ugye ott kaptuk a szörfelszerelést, tehát ugyannan bontottam ki. Ez egy cipőt ugye be kell törni, úgyhogy egy hetet tudtam ott gyakorolgatni az új felszereléssel, és egy ezért voltam az első kiutazó. Hány napig tartott a verseny? Hány fordulóval? 6 napig tartott, ugye 10 futamunk volt, ami megterhelő, tehát 6 napig minden nap meg kell mérkőzni a mindenkivel. Uh-huh. Ez hány órás egy ilyen egy napi verseny? Hát úgy, ugye 2 futam volt általában minden nap, egy futam az ilyen 35-40 perc. De hát míg az ember a vízre kimegy a pályára, ott az is eltölt, idő. Az is idő. Tehát egy ilyen 3-4 órát töltöttünk általában a vizen. Uh-huh. És akkor fárasztó, azt mondod. Ez fárasztó, persze, de hát mit várunk egy sportáktól, hogyha nem az, hogy fárasztó legyen. Na csak azért emeltem ki, mert ugye, ha jól tudom, előtte egy nappal még előkelőbb helyen álltál. Igen, 16. voltam, bár elég szoros pontokkal. Az utolsó nap... Jó, de hogyha jobban odafigyelsz, akkor akár 12. is lehetél volna. Igen, ebben benne van, hogyha az ember, tehát olyan helyeket csináltam végig, hogyha egy nagyon kiugró jót tudok menni egyik nap, akkor azért lényegesen jobb lett volna. De hát ez egy ilyen sportág, én egy picikét amúgy szerintem rágörcsöltem arra, hogy tehát ne legyen nagyon rossz, se túl jó, ott a közép mezőnyen ott megelégettem valahol így tudatalatt szerintem, és azért ilyen biztonsági futamokat mentem. Tehát nagy kockáztatás nem volt a versenyzésemben, és ez hiányzott ahhoz, hogy mondjuk menjek 2 top 10-es, top 6-os helyezést. És miért nem mertél kockáztatni? Mit veszélyeztettél? Ugye elég sokat küzdöttem, hogy kiussak, tehát túl azon, hogy a kvalifikációt meg kellett szerezni, azért volt nekem egy kis plusz ilyen akadályok gördültek elém, amiket szinte mindenki elé, ez benne van valahogy itt a magyar sportban sajnos, és kicsit elfáradtam, és így úgy éreztem, hogy most annyit küzdöttem már ezért, hogy most itt nem akarok nagyot
kockáztatni, tehát inkább legyen egy jó eredmény, egy közepesen jó, mint egy mondjuk egy nagyon rossz. Azt hiszem, hogy ez volt a... Akkor elégedettel jöttél haza? Ugye akkor, mikor az utolsó nap vesztettem két helyet, akkor nagyon nem voltam megelégedve az aznapi teljesítményemmel, tehát eléggé szomorkás voltam. De azért átértékeltem ezt egy pár napon belül, azért ez teljesen egy ilyen más élményé alakult át bennem. Összetettben elért 18. hely az egész mezőnyhöz képest. Hol foglal helyet? Hát ugye ez a közép, de inkább picikét ugye, tehát nem ugye a fele, de nagyon erős mezőny volt. Tehát volt egy olyan vonulat ennek az egész olimpiának, hogy májusban kitalálták, hogy szörf nem lesz már többé, tehát ez az utolsó olimpiája. Igen. És ez azért tehát befolyásolt nagyon sokunkat. Tehát voltak itt spanolt, hogy utolsó lehetősége, és most mindent bele. Voltak itt egy picikét olyan, hogy is mondjam, olyan rezignáltabbá tett, hogy jaj, most ez már tényleg az utolsó. És voltak nagy meglepetések. Például az a finn lány, aki második lett végső, az utolsó nap lett második, őt én egy fél évvel ezelőtt egészen egy szinten versenyeztem, tehát a februári versenyeken még ott így együtt küzdöttünk, tehát őt annyira spanolta ez a dolog, hogy... És akkor hol ment el tőled? Mi múlott, hogy... Fejben, egyszerűen. Ő annyira lazán vette, és annyira mindent rátett, és másként állt hozzá valahogy, tehát... Akkor lehet, hogy neked is csak egy pszichológus kellett volna? Ugye azt szokták mondani, hogy mostában nagy divat, hogy minden fejben dől el. És legalábbis minden sportágnál most ezt mondják. Ez valahol így van. Én azt gondolom, az olimpia tipikusan egy ilyen pszichés verseny. Tehát aki oda kijut, az mondjuk technikailag, fizikailag ott kell, hogy legyen a csúcson, tehát ott bármi lehet. Az, hogy ezen a minden egyes hat nap minden egyikén hogy kelek föl és hogy megyek ki a pályára, az a döntő. És mondom, mert picitéket nekem sok más küzdelem volt. Nem volt szakember, aki minden nap, minden reggel vagy minden este egy kicsit úgy foglalkozik veled? Dolgoztam én együtt ugye a sportpszichológussal, vele hát nem minden nap sajnos, mert mi ugye nem Londonban voltunk. Mm-hmm. Ugye nekünk ez egy elég nagy rákfene a mi versenyünknek, hogy nem vagyunk általában a központban, ezért mind az orvosi szolgáltatásokból és az ilyen egyéb szolgáltatásokból picikét kevesebbet kapunk, pedig hát ugyanolyan szükségünk lenne rá. Néha Skype-on tudtam vele beszélni, mm-hmm. de azért az nem ugyanaz, mikor minden nap fölkészít. Nagyon sokat segített, én azt gondolom, hogy így a nyár folyamán nagyon sokat épített rajtam a versenyzésemen és a magabiztosságomon, de ott a döntő pillanatban nem mindig tudtam elővenni ezeket a dolgokat. Na mindig, akkor van egy jó híred is, mely szerint akkor Rióban újra ott lehetünk, szörfös? Hát igen, most úgy döntöttek, ez egy csoda amúgy, mert nem szokott itt történni a világban. Na mi történt? Hogy történt? Májusban kérentette a Nemzetközi Vitorlás Szövetség, hogy szörf ki, kitesurfbe, ugye talán ismered, ezt a ernyővel fogják nagyon hosszú madzagon, és azzal cikáznak a vízen. Ez egy tök jó sportág, csak még nincs kiforrott stábja, tehát még nincsenek versenyzők, nincsenek versenyek, tehát ez egy kicsit korai döntés volt. Zárjelbe csak, kipróbáltad már ezt? Nem. Tehát én ugye úgy jöttem az a Londonból, hogy hát most akkor átképzés van, vagy most mi lesz? Tehát kájtozni, most kájtozzak, egy tök vadonatúj sportágot elkezdeni. Jó, mondjuk három héttel ezelőtt megkérdezlek, akkor mit mondtál volna? Mit csinálsz? Abba hagyod inkább is elmész lövőnek? Vagy... Gondolkodtam, hogy más sportágot így, de azért azt gondolom, hogy elkezdeni ilyenkor azért már nem biztos, hogy érdemes egy tök új sportágot. Lövészetet embert lemondtam egyébként. De nem, engem most sose vont. Tehát ugye ahhoz, hogy az ember négy évig... Ott viszont ott nem annyira számít a kor, mint ugye hát akkor nem, de hát ott is azért a rutin, meg ilyenek azért kellenek oda, és sose lőttem még, tehát nem tudom, hogy tudok-e. Úgyhogy hát egy 3 héttel ezelőtt megkérdezel, akkor azt mondom, hogy én szörfözök tovább, mint mondjuk profi versenyző, de nem olimpiai sportágban, tehát világbajnokság, Európa-bajnokság lesz valószínűleg, még most is, vagy hát akkor is lett volna. Így meg most hát lehetek továbbra is olimpikon. Úgyhogy csak hát nyilván most ez egy picikét egy ilyen újjáépítés folyamatában vagyok, mert én már teljesen letettem erről, hogy lesz. Tehát így magamban már így eltemettem kicsikét ezt a Riót. De most egy újjá született, úgyhogy most azon vagyok, hogy összerakjak egy olyan 4 éves tervet, meg nyilván mögé az anyagiakat, meg mindent, ami egy profi eredményhez kell-e. Tudsz még fejlődni? Hát, hogyne, kéne is. Tehát lehetsz még akár az első 10-ben is az olimpián.
Hát, hogyha neki megyek még ennek a 4 évnek, akkor én csak úgy, hogy mindent tényleg kifacsarni ebből a 4 évből, és minimum 10-be. Jó, és tengerhelyen hogy tudod kifacsarni? Hát ehhez kell ugye egy olyan anyagi bázist megteremteni, hogy tulajdonképpen a tengeri edzések és verseny lehetőségek azok folyamatosak lehessenek. Legalább akkor az év felét akkor a tengerpart mellett kell töltened, ugye? Hát eddig is így volt tulajdonképpen, csak sose volt biztos a másnap, hogy meddig maradhatok ott. Jó, csak így hogy lehet tervezni egy edzésprogramot, hogy lehet így. Hát ezért mondom, hogy sok volt a küzdelem így a parton, mire oda jutottam ugye a vízre Londonba, addigra picit így belefáradtam ebbe a küzdelembe. Igen. A nagy fogyasztók vannak így egy sportágokban, hogy nagy nehezen leadják a 10-15 kilót néha, és akkor kész. Azzal tulajdonképpen be is fejeződött számukra a verseny, mert kiégtek azzal, hogy arra koncentráltak. Igen. Mint hogy te is azzal foglalkoztál, hogy egyetlen egy vízre tudjál menni, rá tudjál állni a szörfre. És nem azzal foglalkoztál, hogy menjél a vízen. Persze, ez nehézé teszi sajnos. Elég nehézé teszi ezt. Kívülállóan talán nem is sejtő érzés, de ez nagyon sokat számít az, hogy mennyire tud csak azzal foglalkozni. Hát hogyne, és itt jön be ez a pszichés faktor, amiről ugye már beszéltünk, hogy nekem az edzéseim és a felkészülési folyamatban nem ez a fő, tehát nem tudok annyira tényleg elmélyülni a versenyzésemben, a taktikámban, mint mondjuk más versenyzők. Akinek csak az a dolga. Kimegy és edzés. Azok az igazi profik végül, akik csak tényleg is csak arra koncentrálnak, amit én saját magamat menedzseltem 4 éven keresztül, tehát ez egy elég fárasztó dolog. Ez a 18. hely segíthet a menedzselésedben? Vagy ennek nincs olyan PR értéke. De az a baj, hogy ugye ismerjük azért hazánknak a sporthoz való hozzáállását, hogy ha nem csillog annyira, akkor annyira azzal nem is foglalkozunk. Ezért, főleg így, hogy ez meg 18. Igen, de mondjuk, hogyha lehettem volna 10. vagy 18. Az nem ilyen, osztam szoroz. Igen, megítéltetés szempontjából az igen. Már. Igen. Tehát azt gondolom, hogy segíteni azt segített volna, hogyha nyilván megnyerem az olimpiát, akkor azért egyszerűbben állok neki ennek a keresésnek. De azt gondolom, hogy nem is hátráltat, tehát ugye fejlődés az látszik, tehát olimpiáról olimpiára jobb teljesítményt tudtam hozni. Négy helyet javultál, ugye? Négy helyet javultál. Az előző olimpiáthoz képest. Ami nem hangzik soknak, de amúgy ott a vízen az rengeteg. És rengeteg munka van benne. És akkor most ráhangolódtál már teljesen, vagy most ez az év arra fog rámenni, hogy újra lehet szörfözni. Hát mondtam egy picit, mondom így, én most se hiszem el, szerintem, hogy ez tényleg mehet tovább úgy, ahogy eddig. Hát most egy picit mással foglalkozom, azért sok volt ez a 4 év, tehát kell egy kicsi kapcsolódás, és az, hogy most az ember egy fél évet pihen, az belefér abszolút, tehát utána újult erővel nekivág, akkor nyilván ez bepótolja. Meg most azért nagyon sokan pihennek, tehát mindenki vett egy kájtot, és most minden oldal tele van, hogy kite surf eladó, alig használt kite eladó. Ezzel van tele most az összes ilyen hírportál. Neked megvannak még a deszkáid? Persze, hogyne. Sőt, az olimpiai vitorlámat haza is hoztam. Jó, tehát akkor nem adtad el. Nem. Most már erre úgy sincs szükség, és akkor... Nem, én még nem. Én bíztam valahol ebben. Nagyon-nagyon kicsi esélye volt ennek a döntésnek, de valahol így bíztam benne, majd valamire fogom tudni használni, ha más nem múzeumban kirakom. Mit csinálsz most egyébként a szörfözés mellett? Mondtad, hogy sok mindenre foglalkozol. Hát így ugye, mivel úgy volt, hogy nem lesz szörf, ezért elkezdtem próbálkozni azzal, hogy mit fogok én csinálni, ha nem leszek ugye sportoló. És hát egy olyan lehetőség adódott, amit butaság lett volna nem kihagyni. A sport mellett maradok, sőt a sport, hogy is mondjam, népszerűsítés és menedzselése ugyanígy minden napjaim része mostantól. Csak most nem csak magamat kell eladnom, hanem egy egész sportágat, hogy a Vitorlás Szövetségnél kommunikációs PR részlegen dolgozom. De hogyha összen a pénz, és mész megint ki a tengerpart mellé, ugye ez nem egy-két hét, akkor? Hát most úgy gondoltam, hogy amit meséltem is, hogy egy picikét most pihi van, tehát így ez az él sportolás, az igen, egy picikét ez ilyen tingli-tangli, nyilván el fogok menni egy kis versenyre, de mondjuk nem lesz az a hajtás, mint ami kell. Én azt gondolom, hogy most olyan szakadban van amúgy a munkám is, hogy nagyon pörög, tehát most rettentő sokat kell vele foglalkozzak, de ez egy picikét majd lazulni fog, ahogy beindulnak a projektek.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyártól azért lehet, hogy lesz lehetőségem ezt így elkezdeni összeépíteni, hogy meglegyen a megfelelő edzés szám is, meg a munkámat se hagyjam azért. Akkor még egyelőre azt se tudod, hogy mikor, melyik verseny fogsz elindulni. Meg még nincs is versenynaptár, nincs. Az a baj, hogy annyira új a sportág, hogy jelen pillanatban még nincs meg a versenynaptár. Jó, hogyha lesz is, de nyár közepén, derekán szándékozni. Azt gondolom, hogy igen, egy komolyabb versenyre nyilván azt hiszem lesz egy világbajnokság február végén Brazíliában, de azt kihagyom, mert tehát nem is álltam szörfön már lassan 2 hónapja, úgyhogy nem érzem értelmét, hogy ennyi pénzt kidobom az ablakon. Mennyit felejt ennyi idő alatt? Az izom, az ember. Mert hallom a Berki Krisztián tornászunktól, hogy már 2 hét hatalmas. Elfelejti az izma, hogy mit, hogy kell csinálni. És utána kegyetlen hosszú idő újra ugye azt a gyakorlatot megcsinálni, amit tudod. Csak ugye 2 hét, és ott még rossz, nem is megy el pihenni, mert utána nagyon rossz utána. Ezért kezdem, hogy nálad ez mennyi, hogy épül fel? Mennyire felejted el? Ez pihenni szerintem mindenkinek kell. Azt gondolom, hogy minden sportoló, aki ilyen szinten csinálja, annak egy picit talán elege is lehet egy idő után. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem... Igen, csak az, hogy méregre teszi, hogy tudja, hogy ez milyen szenvedése jár, hogyha ennyit pihenek, mintha inkább nem pihenek. Ez egyéntől függ, hogy ki egyéntől függ, persze, ez. Hogy ki mennyire van ennyire valami iránt elkötelezve. Én azt gondolom, hogy kellek is egy kicsit más, mert tényleg az ember bele tud hűlni egy ilyen dologba. És meg is unhatja, akár meg is undorodhat. Jó, pihensz, mert neked szükség van a pihenésre. És mikor fölállsz a szörfre, akkor mit érzel? A szörf az egy olyan sportág, ami nem annyira, is mondjam, tehát sokkal inkább ilyen élvezetesebb talán, mint mondjuk a torna. Tehát mondjuk szörfözni lehet sokféleképpen, tehát nem feltétlen kell ugye arra a szörfre állni, mondjuk az olimpiai szörfre, tehát ahhoz, hogy az ember szinten tartsa így az egész tudását, érzését, azért lehet másfajtákat is, mert ugye rengeteg ember szörfözik a világban, és nem mindenki kigyúrt ilyen sportoló, tehát és mégis nagyon jó. És akkor egy ilyen, egy lazábra, és akkor így szépen hát lassan. Szépen visszaszokni, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet csak úgy elfelejteni, mint a biciklizés, ez egy olyan dolog, amit ez egyszer az ember belekóstolt, utána nagyon nehéz róla leszokni. Fejlődni, tanulni, mit kell még neked? Miben kell még javulnod? Hát azt gondolom, hogy amit úgy konzekvenciát levontam ugye az olimpiai szereplésem kapcsán, az annyi, hogy tehát ebben tényleg hogy az összpontosítás van, tehát tényleg, hogy amit tudok, azt tényleg hozzam is elő magamból a versenyen ott, ahol kell. Ne csak edzésen legyek nagyon jó, nagyon gyors, hanem tényleg a versenyen is minden pillanatának van, ugye a 35 perc alatt mindig maximumot hozzam ki, ne nézelődjek másfelé, meg édel, fin az most, hogy nem fér bele. Azt gondolom, hogy itt biztos, hogy nagyon sokat kell még dolgozzak magamon, meg hát folyamatosan tényleg a taktikai elemeket, a technikai elemeket nem lehet elfelejteni, viszont fejleszteni folyamatosan lehet. Mit lehet tudni Detre Diánáról, mint magánemberről? Ma ünnepled a születésnapodat, és teljesen. Köszönöm szépen. Egyébként mit lehet róla tudni? Férj, gyerek, család, barát, vagy szingli? Hogy éled egyébként a szürke hétköznapjaidat? Hát most kicsit szürkék, igen, most ugye amúgy is így beőszült, úgy innentől kezdve nyilván meg most nem utazok annyit, így picit több időm van kicsit magamra is, meg a barátaimra is. Nem nagyon szoktam magánéletről, vagy nem nagyon szeretek beszélni. Azért nem is tudnak sokat rólad. Hát, és azért kíváncsiak akkor az emberek, hogy mégis mit lehet tudni. Hát nyilván ugye, aki sokat járja a világot, azért nyilván így nehézkes összehangolni ezt, de minden lehet. Csak akarni kell. Úgyhogy én most itthon vagyok, nagyon jól érzem magam amúgy, tehát hál' Istennek Londonban nagyon sok barátra tettem szert, és egy nagyon jó csapat alakult ki, akikkel a mai napig nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, tehát így összejárunk kis csapatokba elmegyünk hétvégénként ide-oda, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó élmény. Ha jól veszem ki a szavaidból, akkor egyelőre még családot nem akarsz. Hát az is egy nagy elköteleződés. Én most még, hogyha nyilván, ha megy egy olimpiai ciklus, akkor ezt... Akkor az még az olimpiai ciklusé. Ezt még nem tudom, ezzel nem is gondolkodtam így őszintén. Jó, minden hallgatom a korodat. Csak ezért merül fel úgy bennem, megkérdezem, hogy tervezed a... Hát én most de akkor egyelőre nem tervezek akkor csak tovább is úgy, mint hogy eddig is, csak a sportok elsősorban akkor.
Jó. Meglátjuk, az a baj, hogy még nem tudom, hogy hoz, működnek. Igen. Mit aztán soha nem lehet tudni, hogy holnap évben kivel találkozol. Egyébként kutyád, macskád, mi a hobbid? Mit szeretsz csinálni? Mit csinálsz? Moziba jársz, színházba, opera, operett, balett? Házi állatokkal sajnos az életmódom miatt picikét le kellett mondjak róluk. Volt kutyám, aztán ledől a hal, amelyek kipusztultak, már nem ijetettem őket, már nem voltam otthon, úgyhogy erről le kellett mondani. Lovagolni szeretek szabadidőmben, már nagyon rég ültem már lovon, az kikapcsol abszolút, az egy nagyon jó dolog. És hát most ugye barátokkal. Az elég mit jelent? Hány éve? Talán 2 éve. Igen, azt hiszem 2 éve ültem utoljára lovon. Hát akkor gyorsan üljél most egy lóra, és akkor gyorsan visszajön még 2 év, még az még nem egy olyan végzetes idő. Hát lehet ezt is szerintem csúsztak, hogy nyilván az ember picit az elején instabil a rendszerben, de aztán azonnal ráérez, hogy hú, ezt tudom, hogy kell, mert én lovagoltam régebben versenyszerűen is, de az már nagyon rég volt, és sajnálom, hogy kevés idő jut rá. És akkor semmi állat nincs akkor? Most semmi állat nincsen, de hát lehet, hogy most lesz, hogyha picit többet vagyok itthon, de az is a nagy felelősség, és nem szeretek ilyeneket. És akkor inkább akkor te mindig társaságokkal eljársz ide-oda, Vagy egyedül eljársz inkább kirándulni moziba, színházba? Egy társaságnyi ember vagyok alapvetően, tehát szeretek tényleg így jönni, menni többekkel. Te vagy a központban is egyébként? Hát ez nem mindig, azt gondolom, hogy nem feltétlenül. De akkor rosszul is érzed magad? Nem, azért nem. De mondom, most egy nagyon jó csapat jött össze, akikkel nagyon szívesen csinálok bármit, tehát hogyha ez csak tényleg egy mozi is akár, tehát ahol nem kell nagy társaságértet élni, az is egy nagyon jó program. És akkor most Pesten élsz, itthon vagy? Igen. És nem kell utaznod, nem kell csomagolnod? Hiányzik is, és nem szoktam még le erről a táska lakóságról, tehát a táskák még mindig elő vannak. Ja, mi nem tudtad el. Nem. Pedig akkor most elteheted, mert pár hónapig nem kell, ugye? Hát már pár hónapja ott áll a szoba közepén. De még egy pár hónapig nem kell. Hát azért tervezek valami kis utazást itt a téli. Jó, de ez nem egy olyan hosszabb, ez több hónapos. Persze, tehát most csak kvázi nyaralás szempontból elmenni, vagy síelni akár, azt azért szívesen, mert rég voltam síelni is. Ez az olimpia népszerűségednek tudott-e valami pluszt adni? Vagy maradtál ott, ahol amúgy is megvoltál? Hát jó kérdés. Vagy ez a sportág nem mennyire reflektáltál? Hát sajnos az olimpia ideje alatt a sportágról ugyanúgy, ahogy eddig se nagyon volt sajnos képviradás. Csak lesz mint PR és kommunikáció. Igen, szakemmel. Csak ugye ez, mondjuk Rióban ez szerencsésebb lesz a helyzet, mert ugye együtt leszünk mindenkivel, tehát nem lesz ez a több száz kilométeres távolság. Az még 4 év. Hát nem tudom, mert meg kell kérdezni az embereket, hogy ismernek-e jobban. Mert ugye jársz, sok felé jársz, ugye te. Sok fele eljárok, igen. Azt gondolom, hogy talán kicsit jobban megismertek, többet szerepeltem, talán emiatt. De sajnos mondom, a sportágat jobban emiatt nem is, ettől még nem ismerik. Igen. Lehet, hogy engem igen, de a sportágat nem. Most ez hamaros, ugye, mert szörfözöknél ugye egy díjköztogála. Nagyon sokáig te voltál az év hölgy szörfőse. Idén is te leszel? Hát ezt nem tudom, ezt nem én döntöm el, ezt ugye. Hiszem a szövetségben választják jó, most meg. De mindegy, hogy kit választanak, akkor úgy teszem fel a kérdést, ma ki a legjobb itthon szörfös? Hát, ugye itthon nagyon keveset versenyeztem, sőt idén nem is versenyeztem idén, tehát így ezt nem tudom, mivel ugye ketten vagyunk magyar szörfös lányok, akik úgy nemzetközi színvonalban is versenyzünk, és hát ugye én voltam a jobb, én kerültem ki Londonba, és tulajdonképpen a magyar szörfsport legjobb eredményét produkáltam ott. Azt gondolom, hogy nem volna gond, hogyha megkapnám ezt a díjat idén is. Az már hanyadik lenne egyébként? Azt hiszem 8, igen. 8. lenne. Hát igen, Tetra Diana egyenlő szörf. És hogy jó lenne egy éren valamik világversenyről, nem? Hát dolgozunk rajta, és mondjuk a fiatalok is egyre aktívabbak, és egyre magasabb színvonalat. Jó, de őt, amit te szerzel, azért még úgy jobb lenne, nem? Mint hogy azzal lennél, most ugye te vagy a legjobb, hogy olimpián legjobb helyezést szerezted, de ez 18. hely, nem egy hát éve. Azon vagyok, és engem is azért tett nyilván, mint minden sportolót, hogy egyszer ott álljon a dobogon. Egy kontinens versenyen lehet esélyed esetleg?
akár ezt így most nehéz mondani, mert nem tudom a mostani erőviszonyokat. Most egy nagy változást ezt én azt gondolom, sokan abba hagyják. Jó, de te mit érzel magad engem az érdekkel? Hát most én a pillanatban, hogy nem álltam föl, mert hónapok óta így nem feltétlenül mondom azt, hogy én fogom megnyerni a következő VB-t, de megfelelő munkával azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hogy tényleg előrébb ugorjunk egy nagyot. Jó pihenést kívánok neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat. A Dinosport híradót támogatja a Nemzeti Sport.